Üdvözlök mindenkit! Mai alkalommal kémia a szamárpad, mai alkalommal megint csak szerves kémiáról lesz szó, és azon belül a karbonsavakról. A karbonsavakról kellene beszélni. Na, hát A karbonsavak azok a széndiokszidon kívül az ilyen szénhidrogén vegyületeknek az egyik legoxidáltabb formája. Úgy lehet felírni őket, hogy valamilyen R csoport, ez lehet bármi és akkor egy ilyen hidroxil csoportnak, mert hidroxil csoport, oxo csoport, és együtt egy ilyen karboxil csoportnak nevezett jelenséget alkotnak, és igazából, hogyha egy ilyen csoport megjelenik egy random molekulán, akkor onnantól kezdve karbonsavakról van szó, karboxil csoport. Ugye hát ilyenkor miről lehet beszélni, tehát milyen, milyen karbonsavak vannak így alapból, ugye a legegyszerűbb karbonsav az a Hangyasav. Aztán van ecetsav. Csomó minden. Ez az etá, ez a ez a metánsav, etánsav, propánsav, meg mindenféle ilyen random sav elképzelhető. Léteznek egyébként egyéb random savak is, tehát igazából létezik aromás karbonsavak is léteznek, mint például a benzoésav, ugye lehet ezt COH-val rövidíteni, COOH, benzóésav, benzo benzoésav, akkor létezik még olyan, hogy akriósav, ez egy telítetlen karbonsav, akkor nem, nem tudom még, léteznek dikarbonsavak, ami egy random szénlánc, és akkor mind a két végén van egy ilyen karbonsavcsoport, Dikarbonsav. Meg, meg, hát csomó minden. Ciklusos fegyületek is elképzelhetők. Tehát igazából teljesen rengeteg féle ilyen karbonsav. mit lehet erről a karbonsavról tudni? Ugye azt lehet tudni erről az egészről, hogy a, ezeknek az oxigéneknek az elektronegativitása az nagyobb, mint a szénatomnak. Tehát igazából ez a két oxigén, ez igazából elvonja, mondjuk ez, ez, a, Oxocsoport ez igazából parciális negatív töltéssel rendelkezik, az összes elektront maga felé vonza itt az egész molekulában. Ugye ennek hatására kialakul egy parciális pozitív töltés itt a szénatomon, mivel ez az oxigén itt elszívta az elektronokat. Ennek hatására itt is van egy ilyen oxigén, ugye az egész elektronfelhő a molekulában valahogy így erre felé tolódik és akkor igazából azt lehet mondani, hogy itt van egy hidrogén, ami egy ilyen kicsit lazított helyzetű hidrogén, tehát bármelyik pillanatban deprotonálódni tud ez a, ez a karbonsav, és pont ettől válik karbonsavvá, hogy deprotonálódik, és ledobja a protont magáról, ami a pH-t úgy alakítja, hogy csavassá válik, tehát pH az kicsi. Tehát itt, itt van ledobva ez a proton, emiatt ez egy karbonsav, és akkor ez itt egy karboxilát anion, tehát mit tudom én, egyszer egy esetében az acetátion, vagy formiátion, vagy benzo, benzoát, meg, meg csomó minden. Tehát az a lényeg, hogy ezek ilyen savként viselkednek. Mit lehet elmondani még erről a molekuláról? Tehát azt lehet elmondani, hogy igazából az alkoholokhoz képest ez a kötés itt jóval elő, erősebb, méghozzá azért, mert ilyen mindenféle ilyen mezoméria határszerkezettel stabilizált rendszerről van szó. Tehát fel lehet írni azt, hogy a karbonsav az igazából így néz ki. És akkor vannak ilyen egyéb felrajzolási lehetőségek, tehát fel lehet rajzolni ezt nagyjából úgy is, hogy kettős kötés oxigén, egy ilyen mezomer határszerkezet van, amit még így el lehet képzelni, és hát igazából akkor ezt az egészet ezt, ezt úgy lehet nagyjából jelölni, hogy. Hát kicsit itt rosszul rajzoltam, de. Ó! Ó, és akkor egy ilyen random delokalizált kötés is elképzelhető itt, és látszik, hogy ha itt egy kettős kötésként viselkedik pillanatszerűen így ez a molekula, akkor ez egy sokkal erősebb kötés, mint a szigma kötés, emiatt ez a szén-oxigén kötés erősebb, mint az alkoholok esetében előfordul. Azt lehet mondani, hogy itt a szénatom, SP2 hibrid állapotú szénatom, tehát igazából ez az egész molekula, ez egy síkszerű molekula éppen mint, a, mint az aldehidek esetében, ez is egy síkszerű molekula. Beszéljünk egy kicsit akkor a fizikai tulajdonságairól az ilyen karbonsavaknak. Karbonsavak, ugye ezek poláris molekulák, rendkívül poláris molekulák, amíg elég kicsi ez a szénlánc itt a végükön. Egészen, hát, ja, még pillanatra, tehát, na jó, akkor gyorsan elmondom ezt, hogy vízben ezek elég jól oldódnak. Tehát mivel a poláris molekulákról van vannak szók, van szó, ezért mondjuk az ezek a kisebb szénatom számú Savak, karbonsavak, ezek vízben korlátlanul elegyennek. Hát ez a benzoésav, ez pont egy kivétel, ez vízben nem, nem nagyon oldódik, ez egy ilyen kristályos vegyület, de a kis szénatom számú karbonsavak, ezek vízben tökéletesen oldódnak, és ahogy egyre nagyobb szénlánc kapcsolódik hozzájuk, egyre kevésbé oldódnak vízben, mivel az egész molekula miatt a meghatározó apoláris mi miatt egyre apolárisabbá válik, mint a ilyen zsírok, és akkor onnantól kezdve képtelenné válik a víz Mert onnantól kezdve nem lehet vízben oldani ezeket a molekulákat. Ezek a zsírsavak. Azt lehet még elmondani ezekről, hogy ezek gyenge savak viszonylag. Tehát az ilyen sósavhoz, meg az ilyen egyéb savakhoz képest azért elég gyenge savak. De a savasságuk, az minél hosszabb ez a szénlánc, annál gyengébb. Tehát ez már itt egy gyeng, ez, ez már sokkal gyengébb sav, mint a hangyasav. Az ecet sav, az pedig gyengébb sav, mint a hangyasav. És minél hosszabb ez az csoport itt, alkyl szénlánc, annál gyengébb savakról van szó. Egyébként az olvadáspontjuk és a forráspontjuk is ennek hatására, hogyha ez itt növekszik, ez az oldalánc, akkor akkor növekszik az olvadás és forráspontjuk, tehát azt lehet mondani, hogy ez a hangyasav, a tiszta hangyasav, az folyadékhalmaz állapotú, az állapotú, az, sima, tiszta ecetsav, amit egyébként jégecetnek is szoktak nevezni. A tiszta ecetsav, az is folyékony és is, propionsav, valeriánsav, meg mindenféle ilyen random savak, ezek mind, mind folyadékhalmaz állapotúak. és hogyha egyre hosszabb ez a szénlánc, akkor igazából szilárd halmaz állapotba mehetnek át. Tehát igazából vannak ilyen zsírsavak, amelyek már teljesen szilárd halmaz állapotúak, ez tearinsav. Az egy 16 szénatomos, 16 szénatomos karbonsav. Ez már egy szilárd halmaz állapotú fehérpor. Még azt is el lehet mondani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nagyjából. Ez Ez már egy, ez szilárd halmazállapotú. állapotú anyag. Azt lehet még elmondani, hogy ezek igazából ilyen rohadt büdös, szúrós szagú anyagok. Nem tudom, egyszer azt már mindenki a salátán már érzett, az is egy ilyen szúrós szagú cucc. Azt lehet mondani, hogy ezek, a nagyon kis szénatom számú savak, ezek szúrós szagúak, a kicsit hosszabb szénatom lánccal rendelkező karbonsavak, azok konkrétan büdösek, tehát például ez a macska hújtszag, ez, ez is egy ilyen közepes szén-hidrogén rendelkező karbonsav, azok ilyen büdösek, ezek a nagyon hosszú szén szénlánccal rendelkező karbonsavak, ezek teljesen szaktalanok. Nagyjából ezt lehet így elmondani. Savasság. Akkor Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan lehet ilyen karbonsavakat előállítani. Hát a legegyszerűbb módja az ilyen előállításoknak az mindenféle oxidáció. Tehát mondjuk van egy alkohol, ez itt egy alkohol, egy konkrétan akkor CH2OH, ez itt egy alkohol, lehet oxidálni. Oxidálni mondjuk kálium permanganáttal lehet, kám, kámen, mi? Ká, <laughs> Ká MNO4, kálium permanganáttal lehet, K2, CR2, O4, kálium dikromáttal lehet, hidrogénperoxiddal, ehhez, ehhez a szem közekkel, ez savas történik, sav, savas közegben történik, de lehet még persavakkal is, mi, mi, mi az a karbon persavak, mert vannak ilyen peroxokarbonsavak karbonsavak is, a, hát ez nem kifejezetten a karbonsavakhoz tartozik, de azért egy példát azért lehet mondani, tehát itt van egy ilyen random karbonsav, és hogyha egy oxigén, és még egy oxigén van így, és akkor csak itt jön a hidrogén, akkor ez egy persav, ez egy ilyen peroxokarbonsavnak nevezett jelenség. Ezek ilyen oxidáló szerek képesek arra, hogy itt egy oxigén kihasadásával egy karbonsav alakulnak, és akkor az oxigén az pedig képes beékelődni egy ilyen molekulába random, akár éteres formában is, tehát igazából itt ilyen két ilyen R csoport közé így beékelődik, és akkor kialakul egy ilyen éter. Ilyet is lehet csinálni. Akkor lehet még tehát oxidációval, akkor ugye, hogyha ezt oxidáljuk, akkor egy aldehid alakul ki. Lehetne ezt ebben is sajzolni. C, O, H. Egy oxidáció történt, ez egy aldehid. Aldehid. És további oxidációval, ugye itt, ugye itt látszik, hogy itt egy darab szén, vagy egy darab kötésen keresztül történik az elektronok elvonása a szénatomtól, itt már két elektron elvonása történik az oxigén által, és akkor további oxidáció hatására kálium permanganáttal lugos közegben, egyébként ezt kipróbáltam otthon, hogy a kálium permanganátot reagáltattam etanollal kénysavas közegben, akkor nem nem nagyon történt semmi, aldehidig sikerült ez ezt a reakciót elvinni, viszont lugos közegben már már frankón elmentett egy csaviga a reakció, tehát igazából itt egy, majdnem, majdnem, csalódtam emiatt a kálium permanganátban, mert a kálium permanganátból bennem egy olyan kép élt, hogy bármit akarok oxidálni, akkor a kálium ott van, mint lehetőség. És egy pillanatra, amikor nem sikerült oxidálnom karbonsavá egy alkoholt, akkor, akkor így meg, megrendült a bizalmam a kálium de aztán lugos közegben mégiscsak azért valóra váltotta a hozzáfűzött reményeket. Na és mindegy, akkor itt van továbbra, továbbra, további oxidáció hatására, akkor itt már karbonsav jelenik meg ez történik. Akkor még vannak ilyen random vegyületek, például a ciklohexanon nevű oxovegyület, egyébként azt is el lehet mondani, hogy ez ilyen szén, ilyen ketonokból, amikor itt van egy ilyen random keton, ezt is lehet oxidálni, de egy kicsit azért keményebb körülményeket kell választani, de láncasadás történik, tehát akkor ugye, ugye ez a molekula ez nagyjából így néz ki, CH2 mondjuk, és akkor R, tehát itt van, van még egy szénatom ebben az R-ben, ezt most így kirajzoltam. És hogyha ez oxidálódik, akkor egy láncosodás történik meg itt a két molekulában, és akkor kialakul egy RCOOH, és itt a másik szénhidrogén lánc vége is, ez is oxidálódik, tehát még egy ilyen H keletkezik. Tehát elhasadt itt a lánc, ebből kialakult az egyik, karbonsav, itt van, ebből pedig kialakult a másik karbonsav, az is itt van. Láncosodás történt erőteljesebb oxidáció hatására. Hogyha egy ilyen ciklusos vegyületet oxidálunk, akkor itt is láncosodás történik, mint itt a ketonok esetében, ez is egy keton, tehát szépen felhasad, és egy dikarbonsav keletkezik belőle, tehát 1, 2, 3, 4, 6 szénatomos, 3, 4, 5, 6 szénatom, egy ilyen dikarbonsav keletkezik belőle. <laughs> Ezt lehet így nagyjából elmondani. Akkor ugye még szó volt a Grignard reagensről annak idején, tehát R, C, hát mondjuk akkor R, M, itt van egy ilyen Grignard reagens, ugye egy alkil, <laughs> csoport van ott. Alkil csoportot lehet le reagáltatni széndioksziddal. Széndioxid hatására, ugye ez itt egy ilyen nagyon pozitív szénatom, parciális pozitív töltéssel rendelkező szénatom, ez itt egy negatív, parciálisan negatív töltésű alkill alkil csoport, ugye kétszeresen pozitív magnézium, meg a másik <kül> kis negatív ö, halogén, szépen a, negat, ez a negatív töltésű <kül> alkil csoport, <kül> elnézést, ez meg tudja támadni ezt a parciális pozitív töltésű szén, szénatomot. Ennek hatására már is kialakul egy olyan vegyület, hogy R, O, -O Egy ilyen vegyület alakul ki belőle, és innentől kezdve már egy savas hidrolízis hatására, H+, H2O, kialakul egy karbonsav. És akkor egy magnézium hidroxid halogenid <kül> keletkezik. Na, tehát így is elő lehet állítani. Ugye ez működik, ugye, <coughs> akármilyen alkilítiummal, RLI, ugyanúgy széndiokszid, megint csak akkor R -O -O keletkezik, ami ugyancsak elhidrolizálható, és akkor megint csak egy olyan vegyület keletkezik belőle. Na, akkor még, még csomó mindent lehet csinálni. Beszéljünk arról, hogy akkor van itt ez a, ugye, <coughs> akkor egy kicsit, kicsit aromás vegyületekről is lehet beszélni. Van itt ez a fenillítium nevű jelenség. Fenillítiumot azt olyan lehet előállítani, mondjuk kell egy kell egy uh, halogénezett benzol, mondjuk mondjuk egy <kül> klórbenzol akár. Ilyen vegyületet pedig egyébként elő lehet állítani benzol, meg Valamilyen halogén, valamilyen X 3 típusú vegyülettel. Ugye akkor egy ilyen. Hát ez egy ilyen. Ö, ö, friedel craft reakció. Oké, okay, akkor ez itt kialakult, és akkor ehhez már csak lítium, fém lítiumot kell dobni. Lehet, hogy nátriummal is működik, de az a biztos a lítium, mert mindent lítiummal kell csinálni. Ez egy elég re reaktív elem ebből rögtön kialakul kettő darab kell, ebből kialakul a fenil lítium, meg egy LiX típusú só keletkezik. Lítium klorid, X lehet mondjuk Cl, Br, Hát, jó, de azt már nem merem ide meg a fluoridot sem, még fluoriddal biztos megy, de az ugye ilyen robbanásszerű reakciókat eredményez a jódos reakciók azok pedig már kicsit nehezebben működnek az ilyen körülmények között. Na minden, és akkor itt van ez a lítium, ezzel is meg lehet csinálni ugyanezt a reakciót, hogy széndioksziddal kell reagáltatni, és akkor kialakul rögtön egy ilyen és lítium sója, amit hidrolízisse benzoésavvá és lehet alakítani mondjuk. Akkor van még egy nagyon érdekes reakció, egyébként szalicilsav előállítására. Ennek a reakciónak van valami random neve. Nem tudom, talán kolbereakció. reakció. Nem tudom, colbe. Hogy van egy ilyen fenol. És erősen lugos közegben, fe, ezt feloldjuk valami lugos közegben, mondjuk nátriumhidroxiddal meglukosítjuk, és széndiokszidot buborékoltatunk át rajta, akkor kialakulhat egy olyan, hogy egy ilyen addíciós reakció játszódik le a benzol, benzolnak az egyik hidrogénjével, kicserélődik, és kialakulhat egy ilyen szalicilsav só. Amely elhidrolizálva, akkor természetesen szalicilsavat eredményez. Ugye a szalicilsav az azért érdekes, mert az aspirinnek egyik ilyen előanyaga, tehát igazából, hogyha ezt acetilezzük, egy ilyen észtert helyezünk rá, akkor, akkor már is a nevű, ugye ide kell helyezni a, az észtert, acetilszalicilsavat lehet előállítani ebből. Ugye az nagyjából akkor így fog kinézni, most így ezt így felülre rajzolom, meg az egészet így megfordítom, CO, H, és akkor O, C, acetilszalicilsav. Ez itt az aspirin. megfázás ellen. Ezt a reakciót egyébként úgy kell megvalósítani, hogy egy csavanhidriddel kell reagáltatni. Az egy csavanhidrid az... Akkor egy kicsit beszéljünk még az anhidridekről. Tehát mondjuk az, hogyha van, van két karbonsav, egy csavanhidrid, egyébként az így néz ki. Hogyan keletkezik az ecet Hát igazából ezt a reakciót, ezt úgy kell megvalósítani, hogy Fogni kell a szalicírsavat, fel kell oldani valami oldószerben Vizes közegben szerintem ez simán működik, vagy hát Nem emlékszem már pontosan, milyen oldószerben oldottuk fel De szerintem nem árt neki a vizes közeg igazából Hát mondjuk annyiból, de hogy Na mindegy, igazából ez itt el tud hidrolizálni víz hatására, tehát ha ez itt h 2 kap, akkor igazából kétszer keletkezik belőle ez a egy ez itt e -sav, kétszer, mert itt elhasadt, beépül egy víz. Na és akkor ilyen, lehet, hogy akkor nem tudom, fogalmam nincs már, hogy milyen közegben kell ezt csinálni, ezt majd meg kell néznem, csak úgy viccből. Lehet, hogy éterben csináltuk, de kicsit kételkedek. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy egyszer kell reagáltatni, nem elég a sima egy csaval történő reakció, nem elég erélyes észterképző anyag ebben az esetben. Egy sima egyszer tehát egyszer kell rögtön ott bevetni, az egy sokkal, <coughs> sokkal durvább, ugye az, az feltétlenül acilezít ezt a csoportot. Egy egyszer csavat így azonnal be tud építeni. Na, tehát egyszer Hát, hogyha van két darab karbonsav, CH3, OH, meg CH3. COOH. Látszik, hogyha itt, itt van egy víz. Tehát, hogyha itt van valami vízelvonó mondjuk foszforpentaoxid, akkor az vízelvonószerként funkcionál, és ezt a vizet úgy, ahogy van innen, kirántja. És hogyha ezt itt kirántja, akkor ugye, hogyha ez itt nincsen, akkor ez a két része összekapcsolódik ennek a molekulának, tehát CH3. C itt van az oxigén. Ez kénytelen hozzákapcsolni ehhez a kis pöcökhöz, az ott van. Ott van a következő szénatom, annak kis oxigénje, és a másik CH3. Ez itt az ecetsavanhidrid. Természetesen ez egy reverzibilis folyamat, tehát hogyha ez itt vizet ér, tehát hogyha ez itt, itt egy víz van, akkor rögtön be tud kapcsolódni oda egy OH, oda pedig egy H, és akkor igazából visszaalakul az egész, elbomlik ez a molekula, és két ecetsabra bomlik, lehet beszélni, ugye nem, nem feltétlen kell, hogy mind a kettő ecetsab legyen, tehát ilyen vegyes anhidridek is előfordulhatnak. Mindenféle gond nélkül. De még az így eszembe jutott közben, hogy itt elfelejtettem mondani, hogy miért van az, hogy ezek folyékony halmazálputok, ugye rendkívül durva hidrogénkötések képzelhetők el ezek között a molekulák között, ráadásul még gázhalmazállapotban is dimereket képeznek, tehát kialakulhatnak ilyen random vegyületek, ilyen dimereket alkothatnak akár. Ilyen hidrogén kötések alakulnak ki a két molekula között. Ez rendkívül, ez rendkívül képes stabilizálni a vegyületet, emiatt asszociátumokat képez, folyékony halmazállapot, és ez még gázhalmazállapotban is legalább dimer formájában fordulnak elő. Tehát nagyon erős hidrogén kötések képzelhetnek, képzelhetők itt el. Ennek köszönhető a különböző magas, <coughs> magas olvadás és forráspont. Még van egy ilyen érdekes jelenség is, hogy a páros szénatom számú. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez, ez ugye mind ilyen páros szénatom számú mondjuk zsíralkoholok, tegyük fel, hogy itt még azért legyen egy csomó, páros, és vannak a páratlanok, <kül> na mindegy, azt mindenki képzel, hogy ezek páratlan, meg páros formában is előfordulhatnak, hogy páros szénatomszám, vagy páratlan szénatomszám, bármi lehet, és az alvadás és forráspontjuk eltérő a páros és páratlan uh, szénatomszámú a karbonsavak esetében. Ez egyébként azzal magyarázható, hogy a kristály szerkezet, egy ilyen molekula kristályosodnak ezek a vegyületek, azok eltérő alakzatúak lehetnek, és a kristályrács kötési erőssége eltérő a páras és páratlan szénatom számú karbonsavak esetében. Ezért mondjuk ezért mondjuk a, tehát ez, ezért van az, hogy a hogy eltérő ezeknek a olvadás és forráspontja. Mármint, hogy úgy eltérő, hogy hogy persze a szénlánc, szénláncnak a növekedésével növekszik a növekszik a olvadás és forráspont, mondjuk ez a páros, de máshogy növekszik a páratlanoknak. A fo, a, az olvadás és forráspontja. Az eltérő kristályrács miatt, amit a molekula kristályban elfoglalnak na, meg hát még ilyen random láncokat is, tehát oldatfázisban ilyen különböző különböző asszociátumokat képezhetnek. Azt hiszem, ezt így el lehet képzelni. Itt össze van kötvény hidrogénkötésekkel. Tehát ilyen asszociátumokat alakítanak ki az oldatokban, emiatt, emiatt folyékony halmazállapotúak, meg, meg egyebek nagyon erős hidrogénkötés jelenlét van minden ilyen molekula között. Na, beszéljünk egy kicsit akkor még kémiai tulajdonságokról, ugye savbázis reakciókban részt vetnek, tehát mindenféle ilyen karbonsav, szépen nátriumhidroxida mondjuk ugye savként, bázisokkal szemben savként viselkednek, tehát sókat képeznek, meg H2O simasabb bázis reakció, mintha sósabb lenne, nátrium acetát, vagy nátrium formiát, vagy nátrium karbonsavát, ha úgy tetszik. Tehát sókat képeznek. Emellett, ugye, mivel itt rendkívül pozitív, parciális pozitív töltéssel rendelkezik ez a, ez a központi szénatom, emiatt nukleofil reakcióban is részt tudnak venni. Nukleofilekkel szemben. Mert nukleofil reakcióban is részt tudnak venni, és akkor mit tudom én kialakulhat valami olyasmi reakció, hogy RCO Nukleofil És akkor mit tudom én, ugye ez mondjuk egy ilyen savként jött. Vagy, vagy nem tudom, valamilyen random vegyületként jött, és akkor H H2O formájában ott kilépett valami. Milyen lehet például egy ilyen? Hát például egyébként egy nukleofil reakció volt az előbb említett Grignard reakció is. Ugye mi lehet nukleofil? Például ez az alkyl csoport. Ez nukleofil, és igazából nukleofil reakcióban történik az, hogy itt a parciális pozitív töltésű szénatomot megtámadja ez a nukleofil. Na. Acilezés is elképzelhető, tehát simán lehet olyan reakció, hogy mit tudom én. RCOH. -O és akkor nem tudom, ezt itt valahogy itt lehasítjuk, akkor kialakul egy acélcsoport. Egyébként ez, ez is egy ilyen Friedel reakció reakciószerű jelenség, mondjuk ott karbonsa halogenideket szoktak reagáltatni, karbonsa halogenid az így néz ki. Ugye karbonsav elő lehet állítani ilyen klórozó szerekkel, tehát én most ezt nem akarom itt részletesen elmondani, de például so CL2 vegyülettel reagáltatni lehet ezeket, és akkor karbonsav keletkeznek, és akkor acilez, de egyébként működik egyébként karbonsavakkal is, acilező szerekként funkcionálnak, tehát lehasítunk van egy <coughs> hidroxil csoportot, és az itt maradt acilium kation, ez képes megtámadni mindenféle elektronban gazdag helyet, például a benzorra, rá lehet szépen egy ilyen szénatomon keresztül, egy csoportot helyezni. Ebben a formában, főleg ezzel a vegyülettel lehet ezt megtenni, megint csak a vas, vas katalizátor jelenlétében én komplex képző, kialakul egy ilyen komplex, és akkor e, mondjuk ennél a vegyületnél a vas 3, hatására kialakul egy ilyen FEX4 típusú vegyület, kialakul ennek hatására ez az acílium, rész, ami megtámadja az elektronban gazdag gyűrűt, és akkor kialakul egy ilyen karbonsav oxovegyület. egy <coughs> ilyen benzol oxovegyülete. Na, ilyet is lehet csinálni. Akkor ugye észtereket tudnak képezni. Tehát van, van itt mondjuk egy karbonsav, ami képes reagálni egy alkohollal. Itt van egy alkohol. És kialakulhat belőle egy észter mondjuk vízelvonószer hatására, tehát kilépéssel történik ez a reakció, kialakul, hogy egy észter. Kialakul egy észter. Ez itt egy észter. Karbonsav alkollal képze, képzett vegyülete. Ezt más módon is meg lehet csinálni, tehát például ki lehet indulni egy karbonsav sóból, és lehet reagáltatni egy alkyl halogeniddel. Megint csak kialakulhat egy észter erix kilépésével. vagy a nátrium X kilépésével. NAX kilépésével. <coughs> Megint csak észterekhez lehetett jutni. Észter. Még, még egy öt is érdemes elmondani, hogy vannak ilyen érdekes reakciók, hogy mondjuk rch 2 cooh Azt lehet mondani, hogy van itt a karboxil csoport, és a karboxil csoport mellett lévő első szénatomot alfa szénatomnak nevezik. Tehát ez itt az alfa szénatom alfa szénatom. Az alfa szénatomon elhelyezkedő protonok, kicsi lazított protonoknak lehet mondani, és savas jellegű protonok. Miért van ez? Természetesen azért van, mert hogy itt az egész elektron szívó rendszer, az összes elektront erre felé húzza, és ugye vannak ilyen hullámfüggvényszerű magyarázatok, megint csak a Schrödinger egyenletből levezethető módon, de itt van egy elektronszívó, erre a kötésre alig fejt ki hatást, és viszont a következő kötése, mondjuk, hogyha itt, ezt nem rajzolom, kirajzolom H, H, C, O, H. Tehát van egy ilyen hullámfüggvény ö, szerű jelenség, tehát ide, ide szépen lehet rajzolni egy ilyen színuszfüggvényt, mondjuk, ez most egy ilyen leegyszerűsített sematikus ábra, <coughs> egy Schrödinger egy megoldását, de az a lényeg, hogy pont ez ilyen hullám, az elektronok hullám természetű jelenségéből, hogyha itt szív valami, ezen a kötésen itt van egy elektron szívó akkor az, az, egy kötéssel odébb lévő kötést, az alfa szénatom egyik hidrogénjét, innen szívja el főleg az elektronokat, és akkor valahogy nem tudom, hogy hullámzik ide a, az elektron. Valahogy ebben a formában. Na mindegy, az, a, az, az egésznek a lényege, hogy az alfa szénatomon, ez itt az alfa szénatom, ez a proton, az alfa szénatomhoz kötődő proton, savas karakterű, egy lazított protonról van szó. Ez le tud hasadni, és igazából alfa helyzetben helyettesíteni lehet ezeket a karbonsavakat. Tehát alfa helyzetben helyettesített karbonsavakról lehet itt még beszélni. Nem mondjuk alfa klór karbonsav. Meg ilyen jellegű helyettesítéseket lehet ott elképzelni. Azt lehet még mondani, hogy itt az alfa szénatomon sok elektron szívó csoport van. Mondjuk trifluorecetsav, CF. F3C. OH, trifluor ecetsav. Ez egy sima ecetsav, összes hidrogényét itt az alfa szénatomon, mind fluorra egy nagyon erős elektron szívó csoportra cseréltünk. Tehát igazából ugye lehet tudni azt, hogy a fluornak van a legnagyobb elektronegativitása. Elektronegativitás az rendkívül nagy. Ez egy elektron szívó csoport, az összes elektront innen maga felé vonza, emiatt még jobban meglazul ez a proton itt. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy az ilyen alfa helyzetben helyettesített karbonsavaknak a savassága sokkal nagyobb, a sav, saverőssége az jócskán megnövekszik. Tehát ez már összemérhető mondjuk a sósavnak a saverőségével. Sokkal könnyebb eladja ezt a protont. Tehát így erősödik a saverősség, hogyha itt ilyen elektron szívó csoportok helyezkednek el. Ez még egy ilyen fontos jelent a karbonsavak esetében. Akkor beszéljünk még kicsit arról, hogy dekarboxilezés. Tehát igazából a karbonsavakat is meg lehet szüntetni, tehát például van egy ilyen karbonsav. CH2, C, Azt lehet mondani, hogy nagyon erős lúgos közegben, hevítés hatására, tehát jól fel kell forralni, erős lúg jelenlétében, dekarboxilezni lehet ezeket a dolgokat, és széndiokszid kilépés történik. Tehát kialakul egy CH3, egy alkán, és széndiokszid. Ami persze ugyan, ugye, ugye ez, ez itt érintkezik rögtön egy nátrium hidroxida és a nátrium karbonát alakul ki belőle, de ez most így mindegy. Tehát, ez kár volt kihúzni, tehát szén